Sziasztok, ma kovászos mazsolás kalácsot fogunk készíteni. A hozzávalók 800 g BL55-ös finom liszt, mi a Szabó Malom lisztjét használjuk ehhez a tésztához is. Fél liter tej, a felfuttatott kovász, ebben a kovászban 50 g anyakovász, 100 g vízzel és 120 g liszttel lett felfuttatva. 125 g vaj, amit nagyon pici lángon, nagyon lassan felolvasztottam. 2 tojás sárgája, 50 g vaníliás cukor, erre ráreszeltem egy bionarancsnak a héját. 7 g só, mazsola, illetve vörös áfonya 100-100 g, 150 g kristálycukor, illetve egy tojás kell majd a kalács tésztának a sütés előtti megkenéséhez. A vajjal a két sütőformát, mert ugye két kalácsot fogunk sütni ebből a mennyiségű tésztából, a sütőformákat a vajjal, az olvasztott vajjal kivajasztam, illetve a tálat, amiben hajtogatni fogjuk, azt is kivajasztam. Most kezdődhet a tészta összeállítása. A robotgép keverőtájába a liszthez hozzáadom a tojást, a két tojás sárgáját, a cukrot, a vaníliás cukrot és a reszelt narancséjat, a mazsolát és a vörös áfonyát, illetve a fél liter tejet. A tésztához hozzáteszem a kovászt, és itt már az elején hozzátehetem a sót is. A vaj kivételével az összes hozzávalót betettük a gép üstjébe, és most elkezdjük a dagasztást. A dagasztási folyamat itt is 10 percig fog tartani. Egyes fokozatra állítjuk a gépet. Elindítjuk a stoppert. És 5 percig dagasztjuk a tésztát. Elérkeztünk az 5 perchez. Miközben a gép dagasztotta a tésztát, a vajat melegen tartottuk, hogy ne dermedjen vissza, és most nagyon pici sugárban szépen lassan hozzá fogjuk adagolni a vajat a tésztához. Leellenőrizzük a tésztánk állagát. Nem szedte még teljesen össze a tésztát a gép. Egy nagyon picit nedvesnek ítélem ezt a tésztát. Ezért
A maradék 80 g lisztünk maradt, ugye 120-at tettünk a kovászba, 800-at a tésztába, az 920, az ez 1 kilóból 80 g liszt maradt. Ebből a maradék lisztből még fogok hozzátenni egy picit a tésztához, mert egy kicsit nedvesnek ítélem a tésztát. Ha száraznak ítélnénk, akkor még tennénk hozzá egy picit tejet. Még mindig kell egy pici liszt hozzá, tehát gyakorlatilag az összes maradék lisztet hozzátettük a tésztához, így most már nem 800, hanem 880 g liszt lesz a tésztában. Így is mehet tovább a dagasztás. Össze is állt szépen a tésztánk. Látjátok, a gép tökéletesen nem szedte össze, nem is fogja sose összeszedni a mazsolák miatt. De a tészta állaga tökéletes, ilyennek kell lenni, így csúszon le a keverőgép száráról. És látjátok, a teflonos száról milyen szépen lejön. A robotgép üstjéből a tésztát a hajtogató tálba átszedjük. Kikaparjuk a kis maradékot is. Így, és bevizezett kézzel meg fogjuk a tésztát hajtogatni. A hajtogatás módszere az pontosan ugyanaz, mint ahogy a kenyeret is hajtogatjuk. Ez a tészta, mivel ugye cukrot is tartalmaz, egy picit lehet ragacsosabb. Ezért lehet, hogy a hajtogatás közben még egyszer vizezni kell az embernek a kezét, de úgy néz ki, hogy most így jó lesz. Itt is 6-8 ilyen fordítást szoktam csinálni rajta. Nem baj, ha a mazsola kijön belőle, mert a hajtogatás folyamán úgyis bele fog majd kerülni az összes. Így a stoppert elindítottam 30 percre, tálat lefedjük, és fél óra múlva jövünk. Letelt az első 30 perc, újraindítjuk a stoppert, és meghajtogatjuk a kalácstésztát. Most is bevizeztem a kezemet, bár a tészta már annyira nem ragad, mint az első hajtogatásnál, egyre jobban, egyre szebben kezd összeállni. És látjátok, a mazsolák is most már szépen benne maradnak. Nagyon szép sima a felülete, és nagyon-nagyon jó illata van. Megkapja az első jelzőt, és egy fél óra múlva fogunk vele újra foglalkozni. Mindjárt lejár a stopperünk. Újraindítjuk, és meghajtogatjuk a tésztát. Thank you.
jelzők is. Fél óra múlva jövünk. Elérkeztünk az utolsó hajtogatáshoz, ez lesz a harmadik. A következő már a kalácstészta megformázása és a sütő formákba való behelyezése lesz, és majd indul azzal a tészta megkeresztése. Így. A harmadik jelző, fél óra múlva formázzuk a tésztát. Letelt az utolsó 30 perc is. Most meg fogjuk formázni a tésztát. A deszkát egy picit kilisztezem, belisztezem. Nehogy legyen a tészta. Tésztát két egyenlő darabra fogom vágni. Most a tésztából egy hengert fogok nyújtani. És ezt a hengert, mint egy kötelet megcsavarva, fogom behelyezni a sütőformába. Pici liszt. Így. Egy konyharuhával letakarjuk. Egy picit megspricceljük vízzel, hogy ne száradjon ki a tészta, és körülbelül 5 óra alatt fogjuk itt a konyhapulton megkereszteni a kalácsokat, és utána majd megsütni. Hát a 21-22 fokos konyhában körülbelül 6 óra alatt kelt meg ekkorára a kalács. Úgyhogy most lekenjük szépen felvert tojással. És 180 fokon 45 perc alatt fogjuk megsütni a sütőben légkeveréssel. Ettől a tojástól gyönyörű fényes lesz a kalács. És persze a maradék tojásra is van egy kis jelentkezőnk, aki nagyon örülni fog neki. Kész vagyunk, most betesszük a sütőbe. Kisült a kalács. Gyönyörű szép barnák lettek. Kivesszük a sütőből.
töltőt kikapcsoljuk, és a kalácsokat kiborítjuk a formákból. Ha sikerül, de sikerül. És ahogy a kenyeret is, a kalácsokat is egy rácsra tetszük hűlni. Egyik. Másik. Illatosak, finomak, szépek. Megvárjuk, amíg kihűl, és utána majd fölvágjuk őket. A kalácsok kihűltek, most felvágjuk és megkóstoljuk őket. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek!